külföldről jött az ötletünk a párommal együtt. Jártunk egy hasonló ilyenben külföldön. Azzal a különbséggel, hogy a külföldi ilyen horrorházakban túraszerűen végigmennek az emberek. Tehát nincs az, hogy interaktív dolog van benne, filmes részlet. És összekombináltuk a kettőt. Méghozzá olyan módon, hogy mi beletettük azt is, hogy interaktív feladatokat kell létrehozniuk az embereknek, illetve megoldaniuk, és túra során élő statiszták ijesztgetik őket. Most megtanítom önöknek, hogyan készítsék el az egyik legbonyolultabb és legízletesebb ételt a világon, az minket a Márki jót, mert... Igen. Egyből a rock-tenos tudtam, hogy ahhoz, hogy bejöjjünk egy horrorházból, szükség van két lányra, aki előttünk tud menni, és ők megijednek helyettünk. Tök arany, és ott így megfogta a kezemet, hogy júj, így menjünk. De bementünk a szekrénybe hárman, és a Márk ugyanígy fogta a kezemet. Megmondom össze, amikor először bementem, akkor nem tudtam, mire számítsak, és igen, féltem az elején, de aztán utána sokkal inkább átcsapott egy ilyen élvezetbe. Tehát, hogy ilyen sok... Tényleg mindenki másképp ijed meg. Van, aki egyszerűen, mint a srácok is viccesnek veszik. Tehát ez a reakciójuk, hogy nevetnek rajta, kinevetik. Valaki lesokkol, leblokkol. Van olyan csoportunk, aki 100%-osan úgy átéli magát, úgy megijed, hogy átmennek a falon. Tehát szó szerint a falon átmennek, és menekülnek, pedig arra nincs is útirány, mert meglátják, hogy ott jön Freddy Krueger, és menekülnek. Sok egy idő után elkezdtem élvezni az egészet, azt, hogy itt akik ezeket a szerepeket, végül szerepeket játszak, ezek tök jó színészek, és tök jól együtt mozogtak velünk úgy minden téren, tehát hogy úgy, én inkább élveztem, mint féltem az első három szoba után, vagy négy szoba után. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars, and you are watching Neon, right here, on Neon. Shake that. Igaz, hogy mondják, hogy tejfog nem karcol, de nem lehet, nem szabad. Nem a Snoop Dogg. Ja, please. Neon. Pont. Csáááá.